Szeptember 15-éig kell a helyi adókat befizetni. A stúdióban köszöntöm dr. Polgári Andrást, osztályvezetőt a Nyíregyházi Önkormányzat adóosztályáról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Az iménti bejátszás alatt annyit mondtunk, hogy a kisebb vállalkozások, a gyakorlat azt mutatja, hogy a helyi iparűzési adót időben fizetik be. Ez azt is jelenti, hogy évről évre el szokta mondani itt ebben a stúdióban, hogy javul az adófizetési morál. Erre számítanak-e most a második fél évben is? Jó estét kívánok! A számok valóban azt mutatják, hogy mind az iparűzési adó, mind pedig a többi adó nem tekintetében ismételten Nyíregyháza azt tudja mondani, hogy kiemelkedően tudunk teljesíteni. A nyíregyházi vállalkozások, mind a társas, mind a magánszemélyek pedig oda teszik magukat, megfizetik az adókat határidőre. Nyilvánvalóan a holnap esti éjféli dátum lesz az időpont, amíg meg kell érkezni az adóforintoknak, de már most el tudom mondani a legfrissebb számokat. Megközelítőleg idáig 1,6 milliárd forint érkezett be a mai napon főként. Hát nyilván még 2 milliárd forintot várunk, de csodálatosak a számok. Összes teljesítés tekintetében viszont 60% felett áll a Nyíregyházi Önkormányzat, ami ugye az éves átlag viszonylatában nagyon szép szám és nagyon jó, a tavalyi év tükrében is több mint 600 millió forinttal érkezett be, idáig több, mint a tavalyi évben. Ilyenkor tudnak már számolni nagyjából egész évre kivetítve is. Mennyi fog a helyi adókból befolyni az önkormányzat kasszájába? Az éves terv az 9,6 milliárd forintra volt datálva, illetve beállítva, de azt látjuk, hogy ha Isten mellettünk van, és az adófizetők is úgy tudnak gazdálkodni, hogy tervezték, akkor a bűvös 10 milliárd forint is talán megérkezhet az önkormányzat költségvetésébe. Úgy, hogy adónemben újat nem vezetett be a város már évek óta. Így van, erre büszkék vagyunk, hogy Nyíregyháza az elmúlt 5 évben sem új adónemet, sem pedig adómértéket nem növelt, nem vezetett be. Ez azt hiszem talán negyedé is a megyei városok között, mert ugye nyilván mindenhol elgondolkodtak a települési adók tekintetében, illetve a telekadókat azért nagyon sokan bevezették. Nyíregyháza nem nehezítette az itt élő vállalkozó embereknek a sorsát. Hogyha tovább boncolgatjuk ezeket a számokat, akkor melyik adónemből folyik be a legtöbb, vagy fizetnek be a legtöbbet a megyeszékhelyen? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye évek óta az iparűzési adó az a standard, amiben a legtöbben befolyik. Nyilván ez egy vállalkozási tevékenységre épített adó, nem. Országosan kiemelkedő egyébként a szerepe magának az iparűzési adónak, és a megyei városok tekintetében pedig ez egy 120 milliárd forintos éves bevételt jelent a megyei városok tekintetében. Nagyon szép szám, mi is 6,5 milliárd forintot tervezünk ebbe az évbe iparűzési adóból. Nyilvánvalóan a második adó, nem pedig nálunk az az építményadó. Az építményadóról azt tudni kell, hogy ez egy megközelítve 2,5 milliárd forintos bevételi tervhez igazított adónem, de Nyíregyházán csak a vállalkozások fizetik, ellentétben például a szomszédos megyei városokkal, ahol a magánszemélyek lakása, garázsa is adóköteles. Nyíregyházán ez nem így van. De nagyon sokszor még a vállalkozások is fenntartással kezelik ezt a fajta adónemet. Itt hogy fogadták el? Én úgy gondolom, hogy Nyíregyháza ez egy különleges város. A nyíregyházi adófizetők megértették azt, hogy az ő általuk befizetett adóforintok helyben maradnak, helyben jelennek meg, és ugye ez egy érdekes szociológiai kérdés is, hogy a helyi adókat szívesebben fizetik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek. Azt látni, hogy egy csodálatosan, illetve dinamikusan fejlődő város mind iparában, mind pedig külcsínében Nyíregyházára illő településképet mutat, és ez az adóforint megjelenik. Az, hogy egy vállalkozási ingatlan adókötelezettséget vonz magával, az pedig ugye értékteremtő beruházásnak minősül, és talán ez, ami összekapcsolható a jó adófizetési morála, hogy nyilván egy értékteremtő beruházás után talán szívesebben fizetünk adót is. Az is nagyon érdekes, hogy a második fél évben gépjármű adóból kevesebbet várnak. Ennek is megvan a maga oka. Mi a gyakorlat? Én úgy gondolom, hogy ugye a jó adófizetési morál valóban megjelenik a márciusi adóhatáridőnél is. Az emberek befizetik inkább az egész éves adót. Nyilván a gépjárművet főként a magánszemélyek fizetik be. Ők úgy gondolják, jobb azt letudni időbe, egyszerűbb, nem fogom elfelejteni szeptemberbe. Így a gépjárműadó bevételi terv 60%-os teljesülése már márciusban megjelent az önkormányzat költségvetésében. Milyen a kintlévősége az önkormányzatnak a helyi adók tekintetében? Most hirtelen lehet, hogy nagy számot fogok mondani, de nem nagy ez a szám, ha végig gondoljuk. Nyíregyháza kintlévősége 500 millió forint. Ugye ez 5 év távlatába visszavetítve éves szinten megközelítőleg 100 milliárd forintot jelent, ami úgy gondolom, hogy egy 10 milliárd forintos bevételi rátánál nem rossz, sőt, hát Nyíregyházán ugye azért csökkennek a végrehajtásból származó bevételek, mint pedig a pótlékbírság bevételek, mert Nyíregyházán ugye megjelenik az a pozitív adózói hozzáállás, hogy inkább önkéntesen teljesítenek, így a végrehajtási hátralékállomány kezelése egyre kevesebb munkát és feladatot ad a kollégáimnak. Hogyan járnak el egyébként adóság vagy hátralékkezelésnél? a végrehajtási törvények rendelkezéseit alkalmazzuk. Nyíregyházán tudni kell, fontos szám, 7 végrehajtó dolgozik. Igyekszünk nagyon humánosan kezelni ezt a területet, nyilvánvalóan nem minden vállalkozó, vállalkozás önszántából kerülhet olyan helyzetbe, hogy megcsúszik az adófizetési kötelezettséggel. Nyilvánvalóan a jogszabály adta lehetőségek mellett próbálunk mindenkinek segíteni, természetesen ahol pedig nem sikerül, oda kénytelenek vagyunk odahatni a jogszabály adta lehetőségekkel. Beszéljünk még egy adónemről, helyi adó az is, és valahogy így a nyári szezon végén, a turisztikai szezon végén már látják azt is, hogy idegenforgalmi adóból mennyi jött be a kasszába 2015 nyarára, illetve hát a második felére. Én úgy látom itt a számok tükrében, hogy némi emelkedés itt is tapasztalható, anélkül, hogy egyébként az idegenforgalmi adóban emeltek volna díjat. Szó szerint hát azt tudni kell, hogy Nyíregyházán 300 forintba kerül egy vendégészak, ami úgy gondolom, hogy nagyon is alul marad a többi megyőgóvároshoz tekintve. Viszont ugye itt egy olyan értékberuházás történik Nyíregyházán már évek óta, hogy a Sóstó, illetve a Sóstó fejlesztés vonzza és egyenesen arányosan felturbúzza az ide látogatók számát. Óriási vendégészaka számnövekedésekről tudunk számot adni, az éves szinten 30-40 ezer adóköteles vendégészaka növekedést is jelent. Nyilvánvalóan itt van egy ellenőrzési metodika eredménye, illetve megjelennek ugye olyan turisták, akik eddig nem voltak Nyíregyházára kíváncsiak, most pedig ide látogatnak, mert látják és hallják, hogy Nyíregyházán egy fejlődési korszak kezdődött. Egyébként a magánszálláshelyeket ellenőrzik, hiszen tudjuk, hogy egy időben volt mit ellenőrizni. Így van, ugye ezt sokszor el is mondjuk, a magánszálláshelyekkel még sajnos mindig vannak gondjaink, de hisszük azt, hogy a jó példa ragadós, és azt fogják látni a magánszálláshelyek is, hogy ez a pénz, ami befolyik, ez Nyíregyházának a hírnevére, a város vonzó marketingére kerül felhasználásra, ezáltal nekik lesz több bevételük, és megéri ezeket a forintokat beszedni és befizetni a város költségvetésébe. Holnap tehát éjfélig kell befizetni az esedékes helyi adókat. Az elektronikus rendszert hogyan, miként lehet használni, hogyan fejlesztették az elmúlt időszakban? Ez az év ugye valóban egy markáns fejlesztési metodikát jelent Nyíregyházán. Megjelent mind az elektronikus bevallás, mind pedig a befizetés. Ugye a banki átutalások terminálon keresztül történhetnek, nyilvánvalóan most bevallásokat nem várunk. Azt tudni kell, hogy Nyíregyháza hosszított ügyfélszolgálattal fogja holnap is várni az ügyfeleit. Igyekszünk a szolgáltató közigazgatást úgy megragadni, hogy mindenki sajátjának érezi és tudja azt, hogy bármikor el tudja ügyes-bajos gondját látni Nyíregyházán. Éppen ezért reggel 8 és este 8 között a kollégák fogják várni a befizetni szándékozókat. Osztályvezető úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is önöknek a lehetőséget!